Köszöntök mindenkit a harmadik World War Zero videó bemutatónál. No, amint látjátok, ez egy egész élvezhető játék, abszolút nem illik az Eastwind meg sorozatba, ahol jobbára csak szarjátékok vannak. Mondjuk ez a jelenet igenis beleillik, itt nézzétek meg, milyen érdekesen esik az eső, ilyen függönyszerűen. Nem tudom, ez hogy lehetséges. Természeti csoda. No, mert folytassuk tovább ezen a sivatagos pályán, ahol egy fő ellenséget kell legyőznünk, egy orosz-mongol parancsnokot, hát ilyenből elég sok van a játékban. Kutyáknak eszméletlenül hülye hangjuk van, ilyen bugyborékoló. Tehát őt kell legyőznünk, de még mielőtt harcba szállnánk vele. Mondja meg valaki, hogy a fegyver hova a fenébe tűnt a kezemből? Nézzétek meg, ott állok, mint egy sóbálvány, és nincs fegyver a kezembe. Most meg megint ott van. Jó van. Biztos letettem, mert olyan nehéz. Lőjük le ezt a parancsnokot. Ott a háttérből is lőnek rám. Nem könnyű elbánni vele. Ez a díszegyenruha az jobb, mint a páncél a többi katonának. És ez is nagyot repült. Ja. Kinyár ki is próbáljuk az új fegyverünket, a lángszorút, de előbb megnézzük még egy öngyilkos katonát, aki a gránátot kibiztosítja, és oda ledobja maga elé, mint a cigarettacsikket. Kit érdekel? Hiába meghal, van még belőle úgyis sok. Na, úgyhogy próbáljuk ki ezt a lángszorút, mit bír. Ők elég rondán van megrajzolva. Egész jó fegyver. Pillanatokat el lehet hamvasztani vele az ellenfeleket. Mondjuk az ellenfelek poénos dolgokat csinálnak, amikor lefújom őket. Na most mi akar ez lenni? Komolyan? Mint a muslicákat hesegetnék, vagy a szúnyogokat. Úgy viselkednek. Hát nem ezt várná az ember egy lángszorú felgyújtotta embertől. Nézzük meg egy helikopterharcot, ilyen is van néhány a játékban, nem túl sok. Le is lőttem. Jégás. Miért nem robban fel? Fel kéne neki. Na mindegy, hát haladjunk tovább, itt van a pálya vége, beszállunk ebbe a csapatszállítóba, ahova szintén beesik az eső a mennyezeten. Megint itt van ez a terminál, tehát minden pálya végén ugyanúgy tudunk menteni, hiába nincs a terminál, visszagyógyulunk teljes életerőre. Biztos alszunk egy jót a két pálya között. Viszont ez a Wolfenburg, nem ismerős ez valahonnan? De bizony, a játék úgymond leasingelte ezt a Return to Castle Wolfenstein játék negyedik pályájáról. Vagy véletlenül ugyanarra a helyre kerültem, mint akkor? Lehet. Mindegy, hagyjunk itt a kis Wolfenburg nevű településbe. Kipróbáltam az új fegyveremet, a gránátretőt, ez egy baromi jó fegyver. Sokkal jobb, mint mondjuk a Quake 3 arénába. Jó messzire el tudom röpíteni a gránátot vele, és hatékony, nagyon erős a tűzereje. Hát ez a másik kedvenc fegyverem a lángszóró mellett, mert ez tényleg nagyon hasznos. Na, hogy van, mesterlövészt is kinyírtuk. Na, itt kiszabadítok néhány embert ebből a tömlöcből. Hát... baromira fel vannak dobva a szabadságtól. Ugyanúgy ülnek a földön és sajnáltatják magukat. Érdekes, hogy mind a kettejüknek ugyanaz a lábuk fáj. Aha. Na jó, haladjunk tovább itt. Ami nagyon-nagyon jól tett a játékba, hogyha le akarsz guggolni, és guggolva akarsz menni ugye törpejárásba, elkerüld a lövéseket, akkor nem kell lenyomva tartanod a gombot, hanem elég, ha egyszer lenyomod. Úgy van, ez is elrepült. Bum. Mint halál gyújtottak volna. Tehát nem kell lenyomva tartani a gombot, hanem egész addig úgy marad. Igen, itt pedig egy hasbeszélőt láthatunk. Az egyik lázadót, akivel beszélünk. És elmondja, hogy... az a feladatunk, hogy ebbe a bizonyos erőműbe... ebbe a vegyipari üzembe bejussunk, és ott megsemmisítsük az összes mérgező anyagos hordót. Plusz még, hogyha van egy kis időnk, akkor a városházának az ajtaját csűrjük szét, mert odament katonai utánpótlási anyagok vannak, amiket tudnának használni. Hát jó van.
hogyha arra járok, akkor beugrok. Aztán mielőtt még tovább mennék itt a küldetésre, itt egy ismerős figura jön ki ebből az átjáróból. Nem ő mondta el nekem az előbb a feladatot? De bizony, ugyanaz a két ember. Ezek biztos ikrek. Sőt, ezek már hármas ikrek, mert itt még több van belőlük. Négyes, ötös ikrek. Az igen, már ilyenkor is volt klónozás. Aztán amikor itt a lázadók harcolnak a mongolokkal, feltűnt, hogy a mongolok milyen irtózatosan hülyén lőnek. Nézzétek meg, ott fekszik a bejáratba, és 5 méterről képtelen shotgunnal lelőni. Ezek tényleg ennyire bénák? Vagy esetleg a játék mesterséges intelligenciája olyan béna? Na mindegy. Ami tetszett a játékban, hogy itt is vannak tankok. Tehát tudunk tankok ellen harcolni. Nem nehéz lelőni ezeket, se hát el kell kerülni a lövéseiket, mint már tankágyúkat is használják. Hangok is egész jók, itt most kénytelen voltam levenni, mert baromi hangos lett volna. Ami viszont nem tetszik, hogy az összes robbanásnak egy és ugyanaz a hangja. Nem igaz, hogy nem tudtak volna még egyet csinálni. Jó van, itt meg a szétlőtt tanknak az ágyúját működtetem a tankon kívül. Ott állok a tank mellett, és én tudom forgatni ezt az ágyút. Ami az elő felrobbant, tehát már alapból működésképtelennek kéne, hogy legyen. És úgy van, városháza ajtaját felrobbantottuk. Nézzünk be, mi van a városházában. Hát az ember abszolút nem így képzelne el egy városházát. Mert akkor sem, hogyha kisfaluról van szó. Nézzétek meg, egy pincehelyiség. Ilyen jó kis gerendák a plafonon. Dobozok mindenütt, sehol egy lépcsősor, sehol egy ajtó. Most ez a városháza? Vagy véletlenül a főbejárat a pincére nyílik? Nem tudom. Érdekes pályatervezés. Hát a pálya többi részével igazából semmi gond nincsen. Ezek jelenetek például nagyon jól meg vannak csinálva. Ránkszorózunk megint egy kicsit. Megsütjük, ez megint elkezdik ergetni a láthatatlan muslicákat. Lelőjük a többit is. Ugyan valaki lő hátulról. Nem kell azon megbotránkozni, hogy alig szenvedünk sebesülést, ez közepes fokozat. Nehéz fokozatban ennél jóval nehezebb a játék. Ugyan ez is rohangál fel alá. Vagyunk az erőműbe. Eljelölve a vegyipari üzembe. Itt igazából abszolút meg vagyok elégedve a játékkal. Játékélmény szempontjából. Mert tényleg nagyon sokat nyújt. Látszik, hogy jó sokat dolgoztak a játékkal. No, és itt beszállok a liftbe, és ez a pálya vége. Természetesen ilyen elég sok játékban előfordul. Elveszítem az összes fegyvert, mert a lift megtelik mérges gázzal, és akkor elájulok tőle, bekómázok. Fognak, és akkor elvisznek egy ilyen kutatólaboratóriumba. Ahol egy ilyen... Igen, megint elájultam, de azért tudom használni a terminált. Jó van. Na tehát... Az, ami jó ebbe a... Ezébe, hogy itt kijelzi, hogy a játék hány százaléknál járok. Hát ez is egy egész jó dolog a játékban. A következő pálya a tudományos komplexum, egy kutatólaboratórium. Itt vagyok egy ilyen tartályba. Ott látom, hogy ott az egyik fogoly elmenekül, és közben lelődik, széttörik a börtönömnek az ajtaja, és akkor be tudunk menni, tudunk fegyvert zsákmányolni, így tudunk új fegyverekre szert tenni. Ez is egy nagyon jó fordulata a játéknak, látunk majd még jobbakat is, de egyelőre elég ennyi.